Bogyó, a kecske és a kisbárányok is komoly szerepet vállalnak abban, hogy még emlékezetesebb legyen az adventi időszak 60-ban. Ők az ottani élő Betlehem fontos szereplői. Kereki Gergelyt kapcsoljuk most. Szervusz, Gergő! Szervusz, köszöntöm a nézőket. A hangulat egyre jobb és lassan megtelik a főtér itt 60-ban, de egy mindig ilyen jó a hangulata itt az ünnepek alatt, erről kérdezem a város polgármesterét. Üdvözlöm! Valóban ez a hatodik alkalom, amikor itt a város együtt készül a karácsonyra, és különböző programokkal várjuk a 60-iakat és az ide látogatókat. Említett, hogy 6 évvel ezelőtt indult ez a program. Miért indították, milyen volt a fogadtatása, milyen célok voltak és hol sikerült eljutni 6 év alatt? Nagyon fontos az, hogy a város, a közösség az együtt tudjon ünnepelni, és így a karácsonyra közösen együtt tudunk készülni. Közösen gyújtjuk meg a város adventi koszorúján a gyertyákat, és programokkal várjuk itt a 60-iakat. Műjégpályával, élő Betlehemmel, élő fellépőkkel és karácsonyi vásárral. Ha már említett, hogy mi minden van itt, kiket várnak ide elsősorban, díjtalan ez, kik jöhetnek ide, és hát meddig természetesen? Mindenkit szeretettel várunk, természetesen a 60-iakat, de bárkit, aki ide látogat, azt szívesen látjuk, és nagyon örülnék annak, hogyha meggyőződnének a 60-i vendégszeretetről, és a jó hírünket vinnék a világba az ide látogatók. Minden éven ugye próbálnak valami többet adni. Miben különbözik ez a mostani program az elmúlt évek programjaitól itt a városban? Próbálunk arra törekedni, hogy mindig többet adjunk és többet nyújtsunk a 60-iaknak. Az idei program abban különbözik talán, hogy idén élő fellépők is lesznek itt az adventi készülődésben. Éppen most Dobrádi Ákost halljuk, de itt lesz Hevesi Tanár, Tamás és Jani Csákveca is. Egyébként az advent az milyen itt a városban? Ez a 6 év mennyire volt sikeres abban tekintve, hogy összekovácsolta kicsit az embereket? Szeretnek együtt ünnepelni? Én úgy érzem, hogy igen. Nagyon fontos az, hogy közösséget építsünk, és akár a sikereket, akár a kudarcokat közösen együtt tudjuk megélni. És ez, ahogy mondtam, egy közösségépítő hatás van ennek a közös ünneplésnek, és ez egy nagyon fontos pont a város életében, hiszen mi azt szeretnénk elérni, hogy a 60-iak büszkék legyenek 60-ra, és büszkék legyenek azokra az eredményekre, amelyeket közösen az összefogással elértünk. Van egyébként itt egy karácsonyi vásár is. Kik vannak itt, mi mindent lehet vásárolni? Lehet-e akár a karácsonyi fa alá is begyűjteni valamit? Természetesen, aki megéhezik, az nyugodtan falatozhat itt, ugyanakkor viszont szinte mindent megtalálunk, amely a karácsonyhoz és az ünnepekhez kötődik, vagy akár a szilveszterhez. Rengeteg gyerek és család van itt, a gyerekeket igyekeznek bevonni, akár a kicsiket, egészen kicsiket ebbe a közös ünneplésre, hogy megmutassák magukat? Természetesen, hiszen a Mikulás minden évben 60-ban ide a főtérre látogat, és akkor megajándékozza a 60-i óvodásokat. Ugyanakkor viszont itt a színpadon minden általános iskola bemutatkozik, és műsort ad a 60-iaknak. Maga a programok a karácsonyig tartanak, azonban van itt egy jégpálya is, ez meddig tart, és lesz ennek talán folytatása is a későbbiekben. Valóban, minden évben felállítjuk a műjégpályát. Tavaly több mint 21 ezer látogatója volt ennek a műjégpályának. A műjégpálya februárig lesz nyitva, és valóban, ahogy említettél, nagyon remélem, hogy 2019-re, már arra a szezonra 60-nak egy saját jégcsarnoka lesz. Igény az lesz, gondolom, ezekből a számokból ítélve. Természetesen én úgy gondolom, hogy akkor nem csak a 60-iakat, hanem a környékbelieket is vendégül tudjuk látni. Polgármester úrnak nagyon szépen köszönjük. Aki teheti és a közelben van, az látogasson el ide 60-ban. Izgalmas, kiváló programokkal várják itt a következő néhány hétben, és majd a jégpálya későbbiekben is a vendégeket. Stúdió. Köszönjük.